Az Equilor lakossági üzletág igazgatójával, Szántó Andrással beszélgetünk. Az iménti prezentációdban a GDP lehetséges növekedéséről beszélt. Mi lehet ennek a fő mozgatórugója? Alapvetően több tétel is pozitívan hat. Az Egyesült Államok, illetve Európa lassan, de stabilan növekvő gazdasága is segít minket. Azt lehet mondani, hogy az idei évben a fogyasztás, mind a beruházások növekedése az segíthet. Ugye a lakossági fogyasztást részben az elhalasztott fogyasztás, tehát vásárlások pótlása, másrésztről pedig az a többlet elkölthető jövedelem, ami több tételből rakódik össze, talán a legjelentősebb itt a banki elszámoltatással kapcsolatban csökkenő törlesztő részletek, és ez az alacsonyabb törlesztő részlet ugye a jövőben is fennmarad, ez mindenképpen jelentős tétel, és hát nem szabad elfeledkezni arról, hogy az alacsonyabb olajár miatt mind a benzin, mind pedig a földgáznak az ára annyival olcsóbbá vált, hogy ez további elkölthető jövedelem növekedést okoz a lakosságnál, és összességében ez is segíti és segítheti a magyar GDP növekedését. Tehát a fogyasztás jelentős szerepet ölt majd be ebben, de biztos-e, hogy elköltik-e az emberek ezt a pénzt, hiszen korábban láttuk, hogy voltak könnyítő intézkedések, és mégsem növekedett akkora mértékben a fogyasztás. Ugye az a pozitívum ebben, hogy itt a lakosságnak körülbelül egy több százezres szelete kap havi 10-20-30 ezer forintos, vagy maradnál a 10-20-30-40 ezer forinttal több jövedelem, és ez egy olyan széles szegmens, és feltehetőleg a lakosságnak egy olyan része, akik el is költik ezt. Korábban, amikor például a végtörlesztésnél egy nagy összegű törlesztésre volt módja a lakosság egy részének, feltehetőleg azoknak, akiknek jelentős megtakarításuk volt, náluk ez nem jelentkezett többletfogyasztásban. Azonban, akik a viszonylag kisebb összegű törlesztésekből egy csökkenő törlesztő részlettel szembesülnek, azok feltehetőleg ezt az összeget el is fogják költeni, tehát ez mindenképpen pozitív. Ennek függvényében 2015-re mi a GDP növekedés változatotok? Most azt gondoljuk, hogy valahol 2,5-3% körül lesz a növekedés. Igazából, ahogy a 2014-es évben is, én valamiféle pozitív meglepetéstől sem lepődnék igazán meg, tehát adott esetben akár a 3% fölé is kerülhetünk, de egyelőre valamivel 3% pont alatti növekedésre számítunk.